Vabbè, Carla, Sandro Vizda si főiskola, EFUP, projektjének a fő célja a hallgatói létszám növelése MTMI területen. Ez a számunkra elsősorban a gazdaságinformatika szakos képzést jelenti. Ugyanakkor a matematika minden szakon, minden gazdasági szakon kötelező tantárgy, úgyhogy szükség van arra, hogy olyan módszereket alkalmazunk a matematika oktatásában, amelyek hát igyekeznek vonzóvá tenni a tantárgyat. Ezért kezdeményeztünk egy matematika oktatás megújításáról szóló, vagy azzal foglalkozó projektet, és ennek keretében a Wolfram nevű cég alkalmazásait használjuk a tanítás során, illetve tervezzük használni egész pontosan. Ez még pillanatnyilag nem üzemszerű. Most a jelen videóban egy olyan alkalmazást szeretnék mutatni, amely elég sok nehézséget okoz a hallgatóknak, főleg azért, mert nehéz elképzelni ezt az alkalmazást. Ahogy itt látszik is, Trigonometric Fitting and Interpolation, ez a elnevezése ennek az alkalmazásnak. Ugye, hogyha megnézzük az ábrát, akkor látjuk, hogy van itt 10 pont, és az a feladat, hogy illeszünk rá egy görbét, amely görbe trigonometrikus függvényekből áll össze, és amely görbe illeszkedik ezekre a pontokra. Ugye erre azért lehet szükség a gyakorlatban, mert ha ismerünk mérési adatokat, véges számot, akkor azoknak a segítségével meg kell becsülnünk, meg kell próbálnunk kitalálni, hogy az adatok a véges számú adat között milyen adatok lehetnek még, tehát kvázi függvénykapcsolatot kell teremtenünk. Hogyha megnézzük ezt az ábrát, akkor látszik, hogy a pontok valamilyen helyzetét most kihasználva látunk itt egy görbét, de hogyha változtatunk az értékeken, akkor lehet látni, hogy azok a görbe darabok, amik összekötik ezeket a pontokat, azok szintén változnak, illetve hogyha csökkentjük a pontok számát, akkor az is látszik, hogy a görbe valamilyen értelemben az összes ponthoz a legközelebb van, de mégis alig van olyan pont, amelyiken ténylegesen átmegy. Ugye itt különböző eljárások vannak arra, hogy ezt megbecsüljük, ezt a közelítés értékét. Most nem ez a célunk, hanem csak az, hogy vizualizáljuk ezt a problémát, és hát ezt ez az alkalmazás kiválóan megteszi.